Legtöbben már biztosan tapasztaltátok ezt, nappal fáradtak és álmosak vagyunk, míg éjszaka éberek és emiatt nem tudunk aludni. Ennek hatására másnap még fáradtabban ébredünk, frusztráltak és ingerültek leszünk. Ha te is ezeket tapasztalod, akkor könnyen lehet, hogy felborult a cirkadián ritmusod. Na de mi is ez valójában? Mindannyiunkban ketyeg egy ilyen belső biológiai óra, ami által próbálunk alkalmazkodni a környezetünkhöz és a napszakok változásához. Sajnos ez az óra magától nagyon könnyen elállítódik, így ahhoz, hogy összhangban legyen a valósággal, a nap különböző szakaszán jelzéseket kell küldenünk számára. A probléma az, hogy a modern környezetünk az teljesen ellentétes azzal, mint amihez az évmilliók során alkalmazkodtunk, így ez a természetes ritmus könnyedén felborulhat. Cirkadián ritmusunk az életünk szinte minden aspektusára hatással van, szükséges például a megfelelő hormontermeléshez, vérnyomás szabályozásához és a pihentető alváshoz. Sziasztok! Én Messzer Máté vagyok, a GÁL munkatársa és a Vitaverzum főszerkesztője. Ebben a mai videóban pár praktikus tanácsot szeretnék adni, hogy hogyan hangolhatod be a cirkadián ritmusod és javíthatod általa az egészséged és az életminőséged. A legfontosabb stimuláció a cirkadián ritmusunk számára a fény, főleg a napfény. Ehhez pedig nagyon fontos, hogy reggel minél hamarabb menjünk ki a napfényre, és töltsünk el minél több időt a szabadban. A mesterséges fények azok nem helyettesíthetik a napfénynek az erejét, úgyhogy igazából, hogyha egy irodában vagyunk, vagy egy szobában, akkor hiába gondoljuk, hogy erős fényforrások vannak a fejünk fölött, ezek nem lesznek ugyanolyan jó hatásúak. A másik oldala pedig az nyilván az, hogy miután lemegy a nap, lehetőleg próbáljuk meg elkerülni az erős mesterséges fényeket. Ezek nem annyira fontosak, mint hogy érintkezzünk nappal a napfénnyel, de mégis azért lehet olyan negatív hatásuk, ami aztán megzavarja az alvásunkat. Hát több stratégiánk van arra, hogy hogyan tudjuk ezt megelőzni. Az egyik lehetőségünk, hogy beszerzünk egy ilyen narancssárga vagy piros színű kékfényblokkoló szemüveget. A sima szemüvegekben lévő kékfényszűrő, ami ugye a monitorok fényét szűri ki, az erre egyáltalán nem megfelelő. Én személyesen ezt annyira nem szeretem használni, mert elég kellemetlen, zavaró lehet, ugye, hogyha mondjuk filmet akarnánk nézni, akkor nem annyira látszódnak a fények, de ez egy jó megoldás lehet. Viszont ezen kívül be is állíthatjuk a különböző készülékeinken, hogy bekapcsoljuk az éjszakai üzemmódot, és akkor az automatikusan kiszűri ezeket a fényeket. Legtöbbször ezek már eleve be vannak építve, de le is tölthetünk ilyen programokat. A harmadik lehetőségünk, hogy beszerzünk pár asztali lámpát, amihez vásárolunk egy piros vagy narancssárga színű izzót, és két különböző lámpaszettet használunk. Nappal a hagyományos fej fölötti erős LED fényeket, és este pedig átváltunk ezekre a piros színű vagy narancssárga színű asztali lámpákra, amik lehetőleg nincsenek szemmagasság felett, hanem a tábor tüzet szimbolizálják. A második fontos jelzés az a hőmérséklet, ugye ez is a naphoz kapcsolódik. Miután feljön a nap, elkezd emelkedni a hőmérséklet, este pedig miután már lement, elkezd csökkenni. Na hát itt a modern technológiának köszönhetően ez is sokszor felborulhat. Ha valaki nappal légkondicionált helyiségben van és nagyon lehűti azt, tehát mondjuk 18 fokra, este pedig neki esetleg otthon már nincs légkondia, könnyen lehet, hogy nappal jóval hűvösebb környezetben van, mint az éjszaka során. Ez megint csak ugye ellentétes jelet küld a szervezetünk számára, úgyhogy felborulhat a cirkadián ritmusunk. A harmadik az az étkezések időzítése. Az étkezéssel szintén jelezzük a szervezetünk számára, hogy nappal van, és behangolhatjuk a cirkadián ritmusunkat. Az az ideális, hogyha minden nap azonos időben étkezünk, és lehetőleg az energiabevitelünk fő része az reggelire és ebédre koncentrálódik, tehát ezekre az étkezésekre eszünk jóval többet. A vacsora pedig már egy sokkal könnyebb étkezés, ami lehetőleg pár órával lefekvés előtt van. A legrosszabb az ugye az, hogyha este mondjuk éhesek vagyunk, és még lefekvés előtt közvetlen eszünk, vagy fölébredünk, és olyankor is lemegyünk és eszünk valamit. Ugye ezzel teljesen felboríthatjuk megint a cirkadián ritmusunkat. A mozgás szintén egy Zeitgeber, vagyis egy jelzés a belső óránk számára. Nappal lehetőleg minél többet mozogjunk, hogyha ülőmunkát végzünk, akkor pár óránként csináljunk pár fekvőtámasz guggolást, vagy csak sétáljunk egyet. A megterhelő edzéseket és fizikai aktivitást, ha lehet, szintén a nappalra időzítsük, ne az estére. Persze, hogyha valakinek csak este van lehetősége, akkor azért ne hagyja ki.
S végül pedig az ember az egy közösségi lény, így fontos, hogy nappal emberek között legyünk, kommunikáljunk, együtt dolgozzunk feladatokon. Hogyha ez nem megoldható, mert valaki mondjuk home office-ba dolgozik, mint például én is, akkor fontos, hogy azért valamikor a nap során menjünk el valamilyen csoportos órára, úszni, edzeni, tehát végezzünk olyan tevékenységet, ahol emberek között vagyunk. Hogyha ezt sem szeretnénk, akkor még egy lehetőségünk van, hogy nézzünk pár olyan sorozatot, vagy vígjátékot, ahol ugye az agyunk az azt hiheti, hogy valójában egy közösségben vagyunk, annak ellenére, hogy csak egy képernyőt nézzünk. Végül pedig az intimitás és kötődés is nagyon fontos és hasznos az este folyamán. Úgyhogy ezek voltak a rövid tippeim a cirkadián ritmus optimalizálásához, próbáld ki őket és számolj be a változásról. Ha tetszett a videó és hasznos volt számodra, akkor kérlek nyomd meg a like gombot és iratkozz fel a csatornára. Ha pedig bármi kérdésed van, akkor tedd fel kommentben.